Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban meg fogunk nézni egy kis horror para kisfilmet, mert hát ezt mindenki szereti. És tudom, hogy nagyon sok ideje nem volt videó. Több mint majdnem 2 hete, valami ilyesmi. Ennek annyi az oka, hogy ki akartam venni 1 hét szünetet. De mindezt úgy, hogy én előre dolgoztam, tehát lett volna az előző héten is 2 videó. Csak a YouTube ezt úgy gondolja, hogy egy hétig ellenőrzi ezeket a videókat, hogy családbarátok-e? Mert ez amúgy nagyon random, tehát vagy az van, hogy kirakok egy videót, és egyből ki tud kerülni, mert rá se rakja a nem családbarát jelzőt a videóra, viszont van olyan, hogy 1-2 nap kell neki, míg leellenőrzi, hogy amúgy ténylegesen családbarát, viszont van ez az eset, ami most van, hogy akár másfél hétig is ellenőrizheti, nem vágom. És az a vicces, hogy még mindig ellenőrzi, meg is mutatom nektek. Tehát ezt a videót ezt augusztus 3-án töltöttem fel, ugye ez a nézőim legparább történeteire reagáltam videó lesz. És itt írja, a hirdetések megjelenítésére vonatkozó megfelelőség ellenőrzés alatt. Nagyon bonyolult, nem értem a YouTube-ot néha, de hát várunk. Várunk, remélhetőleg pár napon belül ki fog kerülni az a videó is, lehet, hogy már kikerült, lehet, hogy ez a videó is 1 hét múlva fog kikerülni, nem tudom, tehát nagyon nehéz így dolgozni. Na de ennyi volt a magyarázkodás, mindenki hozza a chipset, a nasit, dőljön hátra, és nézzük a videót, aminek az a címe, hogy van valami a pincébe. Kicsit ilyen Life of Luxury beütése van. De nézzük. Rot. Az előző videóban is volt. Rohadás. Ami. Aha, szóval ez lenne a pince? Halott vagyok. Démoni nevetés. Mi történik? Ez egy elmegyógyintézet akar lenni, vagy... Kicsit úgy néz ki. Közben elhelyezkedek. Uff. Egy. Mi baja van? Miért ül fel? És miért fekszik le? Oh. Hello. Örülök, hogy találkoztunk. Te vagy Ellie? Nice to meet you. Thank you for coming in. Appreciate it. No problem. Before you start talking to us, do you mind if I mic you up? Oh no, sure. Okay, ráteszem egy mikrofont. That way we get better audio. És így jobb lesz a hang. Szóval a csaj hívta a csávót. Can you just wait a second, because I don't want to wake her up. Okay. Tudsz adni neki, és nem akarom őt felkelteni. Lisa. Ahogy láttam, ő fenn van. Tehát ébren van. She's been acting very strange since this midsummer thing that we went to. Nagyon furán viselkedik. A nyaralás óta. She haven't been herself since. She lives in the basement now. Lent van a pincé. Erős a szél ott lent a pincébe? Vagy miért tetszik mozogni a kerekesszék? Nem nagyon tudok vele beszélgetni. Did you hear that? Nem hallottuk. Süketek vagyunk. Van, aki ezt nem hallotta volna? Igen, régi a ház. It was very cheap. Olcsó volt. A lot of tragedy here, I guess. Nagyon sok tragédia történt itt. Nagyon jó. Sorry about that. Nyilván akkor meg kell venni egy házat. I think she's talking to herself. Magához beszél a csaj. Ezt a hangot, ezt ő adta ki? Nekem ez nem tetszik. Tehát magától mozog a kerekesszék, ez se tűnik túl barátságos, neked a csaj se. Közben ezt megigazítom. Nem szabad túl hangosnak lenni. She's in the basement. In there. Ott van a pincébe. Yeah, you can look. Most benéz az ablakon? Észrevette! Oh, she's there. Hát ott van. Just be quiet. Nem tetszik, ahogy néz. Most jön és megölj mindenkit. Yeah. Azt hittem, hogy vissza fog nézni és lesz egy jumpscare. Oh, yeah, she doesn't like lights. Nem szereti a fényt. Aha, akkor zseblámpával fognak közlekedni, de az ugyanúgy fény. Nem értem ezt. Zseblámpa nem fény? Világíts az arcába, nyugodtan. Eliza? It doesn't like lights.
Nem szeretem a fényt. Hát, de azért még továbbra is rávilágít, persze. Úgy, tehát nem szereti a fényt, a mozgást, a hangokat. Azért most bemennek, hangosan, és belevilágítanak az arcába. Ez kutya? Remélem kutya, és nem a csajnak van ilyen hangja. Jaj. Miért minden pince ilyen ijesztő? Takarít. De hogy ez ki a csajnak? Tehát ez valami rokona, anyukája, vagy ez volt róla szó? His name is Alex. He has a YouTube. Alex van egy YouTube csatornája. No, Lisa, he's here to help. Azért van itt, hogy segítsen. Picit beszartam. Nem szeretem a fényt. Jézusom! De ez az ember, ez normális, tehát lekapcsolja a nagy lámpát a csaj, majd fogja, bekapcsolja a zseblámpát is az arcába. Nem okosak az emberek. Mit söpör? Sweep and then bed. Mi adja ki ezt a hangot? Mint ami rádió lenne, nem? Sepreget. De mit? A port? Nyugi. Nyugodj meg. Feküdj inkább vissza. Nincs semmi probléma. Úgy. Yes, 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 yes. What is that? Is something wrong with me? No, no. Valami gond van velem? I think you're going through some things, okay? Éppen valamin keresztül mész. Mind megyek keresztül. I don't know, maybe you're just having a tough time. Nehéz időkön mész keresztül. Segítek neked. What's wrong with the neighbors? Who? Mi baj van a szomszédokkal? Milyen szomszédokkal? Nincsenek jól. Azt nem értettem. Ami mögöttünk van, és lefele mutat. Az ördög. Tehát neki az ördög a szomszédja? Hú, akkor valami tényleg nem oké is vele fejbe. Tudni szeretném? Sure. Tudni szeretném, hogy kinek dolgozok? Szolgálok? It doesn't like light. Nem szereti, szeretem a fényt. Ez már nem a csajnak a hangja volt. Várjál már, ez kicsit parább volt. It doesn't like light. Ez kicsit mélyebb hang, nem? Megszállta volna őt az ördög? Néha megszállja, vagy mi történik? Hol van? Eltűnt. Ott van. Miért kell ilyen parán néznie? Maradj ott inkább. Miért sepreget? Mi van? Kihez beszél? Várjál, sok minden nem értek. Ott van még valaki? Nem muszáj oda benézni. Lisa, what the fuck? Ne nézzünk be oda. Úristen. Nem olyan ijesztő amúgy, de néha olyan helyeken tud felbukkanni a csaj, hogy szívrohamot kapok. Lekapcsolja a lámpát, de nem áll. Inkább kapcsolja vissza.
Most kiengedték a csajt? Elszaki! Halló! Szerintem nem véletlen volt ez a pincébe zárva. Mindig lefut oda. És az jó, hogy ő ott lefut? Nem tudom ezt tovább csinálni. Miért fut le? What am I supposed to do? Mit kéne tennem? It's my best friend. Legjobb barátja, aha. Most már tudjuk, hogy akkor ez a csajnak a legjobb barátja. Come. We gotta go. We gotta see. El kell mennünk. És mennek megkeresni a csajt? Yeah, sure. Megint a fény. Hol van? Visszajött már amúgy a néni? Van itt valaki? Beszéljen hozzánk. De amúgy nekik nem is volt feltűnő, vagy nem is volt nekik érdekes, hogy ott beszélt a csaj valakihez? Vagy most akarják megnézni? Most bemegy oda? Jaj, ne. Csak gyere be. Nem jó ötlet szerintem. Ez nagyon nem jó ötlet. Hova vezet az az út? Come. Gyere. Mi lesz ebből? Tudni lesz itt valami. Ajaj. Jó, se menjél akkor inkább. Ott van valaki. Mi? Mi történik? Mik ezek a suttogások? Ennyi? Ennyi volt a videó? Majd követni fogom Elit és Lizát egy későbbi dátumba. Mi? Akkor ez egy első rész volt? Azért nem értek semmit. Tehát ennek lesz egy folytatása, és ott fog kiderülni, hogy mi történt. Hát akkor majd megnézzük azt is. Minden esetre írjátok le egy kommentbe, hogy szerintetek mi történik a csajjal, milyen ördögről beszél, miért söpröget, mi lett ezzel a csajjal. Ez egész el van átkozva. Kíváncsi vagyok a teóriákra, amiket ti írtok erről az egész sztoriról. Szóval írjátok le kommentbe, mindegyiket el fogom olvasni. Aztán majd, hogyha ennek lesz egy második része, megnézem, hogy hát ha van-e, de nincs, még nincsen. De ha lesz, akkor mindenképpen meg fogjuk nézni ezt is. De amúgy, ha tippelnem kéne, szerintem azt a csajt valami megszállta, azért viselkedik így, meg néha ilyen démoni hangokat is ad ki, ebből következtetek arra, hogy valami megszállta. Wow. Na de minden esetre köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett ez a videó, akkor jelzétek egy lájkkal, illetve a leírásban található linken keresztül kattintsatok az eredeti videóra, és az eredeti videóra is csapassatok egy lájkot, mivel rohadt kevesen nézik ezt a csatornát, pedig rohadt izgalmas videókat szokott csinálni Alexander the Titan. Szóval, ha tetszik, akkor az eredeti videóra is nyomjatok egy lájkot, mivel ez nem az én érdemem, hogy egy videó izgalmas, hanem az övé. Na, a következő videóban találkozunk, addig is jók lehetek. Sziasztok!